ओम ज्ञान तिमिरान्तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमिना तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चादेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण भगवद गीता कृष्ण मुंजा वीकिन 18. fejezetbe, amikor már befejezte a tanítást, akkor azt mondja, az, aki rendszeresen tanulmányoz a Bhagavad Gita-t, az intelligenciával imád engem. Ő, ilyen ember, nagyon kedves nekem. És utána a következő versben azt mondja, az pedig, aki ezt a tudást másoknak adja, az nagyon-nagyon kedves nekem. Szóval duplázok Krishna, hogy fontos tanulmányozni Bhagavad Gita-t, Srimad Bhagavatamot, más szentírásokat, akkor kedves Krishnának, de hogyha valaki akarja duplázni, hát a Krishnánál duplázni, ez egy ilyen eléggé nagy lépcső, egy eléggé sok jelenti haladás, dupla sebességgel, ezért, hogyha valaki próbál másoknak is adni, akkor ez legjobb dolog. És amikor először találkoztam Krishna tudattal, és mondták, hogy a Krishna tudat, ez misszió. Mondom, milyenféle misszió? Hát ez olyan misszió, hogy egész világon dicsőteni kell az Úrat, az Úr dicsőségét terjeszteni. Hú, az milyen szép. És akkor utána, amikor kaptam Srila Prabhupád könyveket, ott olvastam, Srila Prabhupád mondja, a bhakta számára a tökéletessége, a legtökéletesebb tevékenység, vagy egy ember számára legtökéletesebb tevékenység, dicsíteni az Urat, beszélni róla másoknak. Szóval, ha akarsz lenni tökéletes, kezdj beszélni Istenről, akkor te tökéletes vagy. És Srila Prabhupád magyarázza a Isupanishadhoz, az előszóhoz. Nem. Om Purnamada, ez az első mantra már? Nem. Az Isavasyamidam Sarvam első mantra. Igen, ez előszó. Megszólítás. Ez megszólítás. Om Purnamada, Purnamidam, Purnat, Purnamudachyate, Purnasya, Purnam Adaya, Purnam Evavasisyate. És Srila Prabhupád mondja, hogy igen, ő Krishna, ő teljes és tökéletes, és ő mindig teljes és tökéletes. Amikor teremt, ő belőle öröki árat energia, ugyanolyan teljes és tökéletes, és ő marad mindig teljes és tökéletes. És utána rögtön kezd magyarázatba egy kanyart vesz, és beszél lelkekről, rólunk. És azt mondja, a lélek, amikor Isten nélkül van, távol van Istentől, akkor ő
nem teljes és nem tökéletes. Akkor szenvedni kezd, megízlelje a jót, a rosszat, szukha, dukha, sita, usna, hideg, meleg, boldogság, boldogtalanság. De amikor a lélek a saját terveit a Isten tervével egyezteti, akkor teljes és tökéletes lesz ő is. Szóval ember tud lenni tökéletes. És amikor dicséri, dicsőíti az Urat, akkor ezzel a tökéletessége maga. És emlékszem, amikor Krisna völgybe 97-be elmentem, leköltöztem, tudjátok, hogyan történt a folyamat? Budapesten szolgáltam, 97-ben templom kommander volt, templom gondnok, menjen minden, működjenek a gázvíz művek, baktáknak legyen praszádám, menjenek a programok, szóval ilyen házigazda templomban, kommander. És templom prezident annak idején Késeva Prabhu volt, és azt mondta, hogy mutatta egy levelet, e-mail, akkor még nem is e-mail volt a neve. Bamho, szóval saját, még akkor nem, free mail, még csak akkor még nem is, szerintem még, vagy csak akkor jött ki a free mail, emlékeztek, régen volt. Még gmail akkor nem is volt, de megcsinálták egy ilyen saját iszkonos programozók, saját levelező rendszerünk volt, na mindegy. És akkor itt mondja, itt van Srila Sivarama Maharaj írta a levelet, hogy Krisna völgybe küldjétek Budapestről egy baktát. Hogyha nem tudjátok kit küldeni, akkor baktipádot elviszem. És mondta nekem a prezident, Késeva Prabhu, nem találtunk ki, akkor indulsz, te mész Krisna völgybe. És tudod, legyen lelkitanító mester elégedett, mész holnap után. Mondom, jó. Azt mondja, nem. Szerintem ne siessünk. Ahhoz, hogy tényleg legyen elégedett lelki tanítómester, induljál most. Fél óra múlva már úton voltam Krisna völgybe. Leköltözni. Na, ez egy kis ilyen, hogy... Hát igen, hogyha lelkesek vagyunk gurut szolgálni, akkor örömmel csináljunk már bármit. Nem tudtam, hol fogok lakni, mi lesz ott, semmi. Semmi nem tudtam, egy vágyam volt, a guru legyen elégedett. És akkor lelkesen elmentem. Én nem vagyok ertész típus, nem nehezen el tudok képzelni. Tudjátok, ez egy jó dolog ertészet Krisna völgyben, de én nem vagyok ez a típus. Én nekem nehéz magamat elképzelni lapáttal, fel fog robbanni az elmém. Mert nem az a típus vagyok, de ugyanakkor ez egy jó dolog. És akkor, de mondtam, hogyha guru akarja, akkor azt fogok csinálni, fogok. Kertész leszek, Krisna völgybe, bármit csinálok. Meg akkor is, hogyha nem vagyok ez a típus, csak legyen guru elégedett. És akkor ezzel mentem, amit fognak mondani, ezt fogok csinálni. De első szolgálatom lett vendégvezetés Krisna völgybe. És emlékszem, hogy én egy voltam, most van nagy csapat, most nagyon sokan vannak, minden, én egy emberből állt ez az egész vendégvezetés, és reggel, mikor már odajöttem a szolgálatba, mielőtt érkeztek vendégek, mindig vettem Srila Prabhupádnak könyvet, hogy készüljek prédikálásra, és olvastam. A tökéletes kérdések, tökéletes válaszok, az élet az élet után, vagy vannak nagyon jó könyvek, ami pont emberek, akik először találkoznak Krisna tudattal, tudsz róla beszélni, és akkor mindig ez így olvastam,
És mikor jöttek a vendégek, és elkezdtem beszélni, akkor hirtelen ilyen extázis volt. Hú, most amit csinálok, az tökéletes. Mert az embernek a tökéletessége, a tökéletes tevékenység, dicsíteni az Urat, beszélni ó Istenről mindenkinek. És mikor erre így gondoltam, akkor mondom, fú, hát most ezt csinálom. Utána olvastam, Prabhupát írja, de van még tökéletesebb, van még egy fokozat a tökéletességbe. Hogyha valaki a baktáját dicséri Krisnának, mert akkor Krisna még jobban örül, még boldog, akkor boldog Krisna. És amikor templomszobába egy körbe vezettem, ugye mentünk folyosón, utána körbevezetés, és akkor bementünk Krisna előtt, oltárád is jel, akkor ott beszéltem, akkor fú, most itt, és nem tudtam megállni, bá-bá-bá ment a dolog, mert Krisna dicsítesz most, Hare Krishna mantra, lelkek, bhakti yoga, az ember szintjékén, akkor egyre ment ez a lelkesedés, hogy most amit csinálsz, ennél te már elérted, te már megjöttél, kész, megvan. Mit akarsz még? És akkor csak még, hihetetlen, most ezt csinálom. És utána átjöttünk Srila Prabhupádhoz, no aztán ott teljesen elszálltam. Mert most Krisnának a baktáját dicsértem, az most Krisna esőről. Ez a csúcs a tökéletesség. Na aztán ott Prabhupádról meséltem. Szóval ez a tökéletesség, hogyha mi ezt csináljunk és beszéljünk. Hare Krishna. És ezért, amikor mi ezt így csinálunk, másoknak beszéljünk baktákról, mint a Srila Prabhupádot bemutatjuk másoknak, lelki utat. Szóval Krishnáról beszélni, ez nem kell beszéljünk, hogy néz ki, mert nem mindenki fel van készülve lelkileg, hanem mi mikor már csak mondjuk, hogy nem vagy ez a test, egy lélek vagy, ez a világ, ez dukhalájam, asásvatám, itt csak szenvedés van, más nincs. És minden ideiglenes, adjantavanta kauntéja, itt van mindennek eleje, van mindennek a vége, ebben a világban. Ez a világ nem az a céllel volt meggyártva, hogy te itt boldogjál. Azzal a céllal, hogy próbáld meg boldog lenni, igen, de nem volt, nincsen írva garanciában, hogy az leszel. Én abban garancia van, hogy szenvedni fogsz garantált. Ez garancia erre a világra. És ez, hogyha mi így adjunk ezt a szintet, tudást másoknak, ez már Krisna dicsőítése. És ez a tökéletesség. Ezért van lehetőség mindenkinek ezt csinálni, ez egy lelki fejlődésnek a egyik gyakorlata van, amikor mi együtt énekelünk, együtt találkozunk, egész évben dzsapázunk, praszádamot fogyasszunk, vagy tiszteljünk, és így tovább. De van időszak, amikor lehetne ugrani lelki szinteket. Hát ugrani nem tudjunk, de gyorsítani tudunk. Nem lehet átugrani. Ugyanúgy a gyerek, nem tud 5 évesből 10 éves lenni. Mert mindig át kell menni 6 éves, 7 éves, 8, 9. Szerintem én kiláttam már ilyen gyereket. Tegnap volt 8 éves, ma van szülinapja, és 15. Szóval lelki utat sem lehet így, de gyorsítani lehet. Könnyíteni lehet. És Srila Prabhupád folyamatot, ami nekünk Kali Yuga embereknek létrehozta, átadta, ami azt jelenti, hogy nem változtatta semmit, de olyan formába adta nekünk, hogy mi gyakorolhatunk, képesek legyünk gyakorolni. És egyik gyakorlat, forma ennek ez a könyvosztás. Másoknak adni a tudást.
és Srila Prabhupádnak a vágya, hogy a könyvosztás sosem álljon le, ne álljon meg egy pillanatra sosem. Amikor Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur is mondta, lehet, hogy adjunk el a templomainkat, adjunk el a márványt, ami van temploma, minden, és nyomtasson könyveket. Mert ennek nagyobb haszna van, mint csak egy templom, ami oda járnak emberek, és nem tudják, hogy hány óra van. Mert megállt az óra, azért nem tudja. Ezért, akkor itt van egyik, hogyha valaki adja egy könyvet Srila Prabhupádnak, mert Srila Prabhupád, oké, mi tudjunk beszélni, te vagy lélek, nem vagy ez a test, de nekünk a bhakti potencia szívünkbe sokkal kevesebb, mint a Srila Prabhupádnak, mert amikor ő leírt a könyveket, az ő könyvírása az a lelki extázis. Ő bele rakta a szavakba a lelki potenciát, Srila Prabhupát, ezért tökéletes prédikálás, ez adni könyvet másoknak. És akkor ahogy Krishna Bhagavad Gita, vagy most előtte mondtam, hogy aki egy pici Prabhupát könyvet odaadta, akkor rögtön eszébe kell jöjjön egy ilyen Srila Prabhupát, Krishnának a szavai. Akkor te most nagyon-nagyon kedves nekem. Igen, ez a lényeg. A másik, hogy ahhoz, hogy haladjunk lelki életbe, nekünk a Kali-yugában van egy akadály, ez a kőszívűség. Kőszívűek az emberek, és mi jöttünk onnan. Ebből a közegből, ebből a körülményekből jöttünk, és kell puhítani szívet. Mert Srila Prabhupád azért kiterjesztette egész világban Krishna tudatot, mert ő nagyon együttérző volt. Ez audária. Szóval nem csak ilyen kegyes, hanem a kegyességnek a fokozata az, mikor együttérző. És azért kegyes vagyok, mert nagyon-nagyon fájdalmas látni, hogy hogyan világ forma egy sebességével, jó szándékkal kikövezve, mint egy mindenki pokolba halad. Hát most már itt a pokol koronavírus van. Országok között egyre élesebb a konfliktusok. Én most egy országnak szétszedni egy másik országnak olyan, mint hogyha szotyizni. Megett egy kis szotyit, és a radírról letöröltél egy országot. Ebbe a körülményben vagyunk most, ebbe a világban. És nekünk nem ítélni kell, nem lenézni kell, nem kritizálni, hanem egy együttérzés. Az a megfelelő, ez az együttérzés. És a Srila Prabhupád hozta nekünk ezt az együttérzést. Ezért írt a könyveket. Ott van a könyveibe, ez a nagyon nagy együttérzés, ez az audária. És ez, ami gyorsítja a lelki utat, amikor mi puhítjunk a szívünket, és mondjuk, hogyha fogunk könyvet, vagy kimegyünk utcára, vagy hívjunk valakit, és mi meditáljuk, hogy ők szenvednek. Hát nincs kijárat, kilátástalan az életük. És a síralmas az, hogy ők gondolják, hogy ez így normális. Nekem ez a normális, hogy én elmegyek dolgozni, akkor elmegyek haza, és van családom, és van házom, és van kocsi, és van televízió előttem, a gyereknél televízió, feleségnél televízió, kutya előtt televízió, macska előtt televízió. Ez egy jó dolog. És együttérzés
ezért van, hogy látni, hogy az a síralmas, hogy emberek azt gondolják, hogy jó irányba mennek a dolgok, mindjárt jó lesz, már holnaptól. Itt már negyedik hullám van a koronavírusnak, de emberek mindig gondolják, na majd ezután boldogok lesz. Hát ezután atomháború lesz. Hát mi lesz más? És akkor ezért írja a Srila Prabhupád könyvekben, hogy minden, Bhagavad Gita-ból az összes terveidet, az csődbe fog menni. Miért? Mert nem lehet élni külön Istentől. Nem lehet boldog lenni külön tőle. Csak akkor, amikor az ő akarata a te akaratod. És hogyha mi így látjunk, gyakorolunk ezt látni másokban, másik személyekben, akkor mi tudjunk gyakorlatba is csinálni, akkor lesz egy vágyunk segíteni másoknak, adni Srila Prabhupád könyvet, akkor mi szívünk puhul. Mert ahhoz, hogy a találkozó, amit csináljunk a központban hetente, két hetente, de ahhoz, hogy valami változás történjen a szívembe, és a dzsapázás, ahhoz kell puha a szív. Mert kőszívű nagyon nehezen, tudjátok, hogy lehetne faragni egy puha fát, és lehet kemény fát faragni. És sokkal nehezebb faragni egy kemény fát, ugyanúgy a kőszívű. A szent név lassan hat, mert a szívünk nem befogadó képes, nem azért, mert a szent név gyenge, nem azért, hogy mi vagyunk, nem vagyunk éretek rá. És mikor mi gyakoroljunk ezt a szív puhaságot, ezért például azzal a Cilla Srila Prabhupád mondta, hogy legyenek közösségek, mint a Krishna völgy, ilyen mezőgazdász dolgok, ott akkor menjen a varnasram, önfenntartás, az a misszió, és legyenek városokban központok. De városoknak, a központjának, ahhoz, hogy az megmaradjon, a Kali Yuga, a illuzorikus energia ne darálja le, a csak úgy fennszinten tud maradni ez a közösség, hogyha prédikál. Hogyha adja a másoknak a könyveket, hívja programokra, csinálja, tartja, adja, ez a adni. Mert bhakti yoga, ez adni. A anyagi világ, ez tépni magának, szakítani. Nem fogadni, szakítani. De ez azt jelenti, hogy teljesen ellentmondás van a szeretetem. A szeretet, ez adni. És akkor most van maraton, Srila Prabhupád maraton kezdődik, Krishna völgyben már elkezdődött november 11-től, ma van 19, ugye? És hogyha van kedvetek kipróbálni szív puhítását, ezt az extázis, amikor én ma egy könyvet odaadom valakinek, hogy ez milyen boldogság, és szívében látni, hogy Krishna mondja, te most nagyon-nagyon kedves vagy nekem átélni, akkor ki lehetne próbálni, az lehet akár, nem tudom, parkolóba szokták menni, utcán szokták, telefonon, ismerősöknek, rokonoknak, koncertekre, bárhova lehet menni, vinni. És ott lehet tapasztalni Krisnának a jelenlétét. Vagy hogyan ő akarja, hogy ez menjen. Mert gyakorlatilag, mivel ez az ő akarata, Orcsitány azt mondta, mindenki, aki Bharatavarsa, aki a földbolygón született, mindenki adjon másoknak Krishna tudatot. Ez azt jelenti, ez az akarata. És hogyha én akarok megpróbálni, hogy mit jelent eszköz lenni Isten kezébe,
Hát ez most ez a lehetőség. Ennél nagyobb boldog érzelem nincs. Amikor én eszköz próbálok lenni, és akkor mondani, hogy ne használjál most engem, te akarsz adni könyveket, hagyd legyek eszköz, használj engem, én keresztül adjál embereknek a könyvet. Ez a legnagyobb boldogság, amikor valaki használva van, és kéri Krisnát, hogy használja. Srila Prabhupádnak van csodálatos imája, amikor ő érkezett Bostonba a hajóval, akkor írta, hogy nagyon alázatosan, mert Bakta ő alázatos, és Srila Prabhupád mondta, hát én csak egy, nekem nincsen semmi. Én nem vagyok, én nem rendelkezek semmivel, és egyetlen, ami nekem van, ez a név Bhaktivedanta. Bhaktivedanta, aki szakértő a bhaktiba, aki ismeri a bhakti utat, aki tud élni, megvalósította a Bhagavatam, Srimad Bhagavatam tanítások szerint életet. Ugye ez a Bhaktivedanta. És mondja, most, ha akarsz, most ez a név be lehet, hogy legyen beteljesítve, hogy akkor. De hoztál ide engem, 70 éves embert, öreg ember, de hogyha már hoztál, biztos van valami terved. De hogyha van terved neked velem, akkor az csak akkor be fog teljesíteni, hogyha én ezt mondom neked, hogy kérlek, táncoltass engem, táncoltass engem, táncoltass engem, ahogy te akarod. És el lehet képzelni, amikor ezt Srila Prabhupád írta, az milyen boldog érzelmek volt a szívébe, amikor ezt így írta. Hogy ő csak akarta, hogy csak egyszerűen legyen eszköz Krisnának a kezébe. És ez a megfelelő, tökéletes bhakta hangulat képessé tett Srila Prabhupádot, hogy mi most itt ülünk. Hihetetlen, nem? 12 év alatt. Hány éve vannak itt bakták? Miskolcon. 20. Még semmi nincs. Miért? Mert mi nem vagyunk Prabhupád. De kövessünk Prabhupádot az ő nyomdokába. Próbáljuk meg mi is mondani. Mert hogyha mi megtanuljunk, hogy legyünk Krisna eszköz, itt jövőre itt már lesz egy központ. Mert Krisna akarja, de én van kettő, vagy eszköz vagyok, vagy útba állok a missziónak. És akkor először bakta kell, hogy mondjon, ne álljak az útban, utána következő fokozat, lehegyek eszköz kezedbe. Akkor figyeljetek, itt egy év múlva olyan kivirágzik a Krisna tudat, hogyha mi próbáljunk eszköze válni, és ennél boldogabb élmény nincsen. Igen, ezért most ki lehet próbálni. Itt van egész karácsonyig, december 24-ig. Ezt a gyakorlatot ki lehet próbálni. Itt a Bhajcsarán Prabhu lesz a Sankirtan miniszter, maraton miniszter Miskolc, megyi, Miskolc, a Miskolc megye, az a neve? Vagy miért? Na akkor ennek a megyének a maraton szervező koordinátor, és akkor lehet jönni, csatlakozni, kipróbálni. Szalagokat megkaptátok? Aha. Én ezt csináltam, én levágtam azt az alumíniumot, amilyen kicsit ilyen nem annyira szép, és pillanat ragasztóval. Össze van ragasztva, kicsit így szélesen, és akkor van szalag. Igen, és akkor van szett. Jó, nagyon jó. Oké, nagyon, ez így jó. Igen. Vannak könyvek, van sok könyv. Itt, amit láttam valahol, itt vannak a könyvek, igen. Nagyon jó. És meg jól tudom, hogy még kétszer valószínűleg, hogy hoznának még kétszer könyvet. Figyelj, én készen vagyok neked,
hetente háromszor hozni könyveket, szóljál, hogyha fogy, szóljál, én személyesen hozok. Gadagrács Prabhuval. Csak fogyjon. Igen, és akkor tudjátok, és mi, ami nagyon jó itt az egészben, ami nagyon csodálatos, most itt vagyunk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nem tudom, még van palku 10. Itt van valahol? El kellett menni. Nem baj, felveszünk neki. Palkó, majd hallgass meg. Meghallgattál? Na most figyelj. Hogy a másik, hogy ez egy jó lehetőség egy kicsit összefogni. Nem egyénként, hogy én majd magam egyszer valahol majd egyszer osztok könyvet. Ez is jó. De ez egy ilyen kis csapatépítő. Hogy most fogjunk össze, mert valakik, vannak akik mondjuk, ó, hova menjek, melyek utcára, de valaki kicsit félénk, fú, nekem én, hogy, de akkor egymásnak segíteni. Mert lehet, hogy valaki fog mondani, én úgy valahogy nem lehet úgy részt venni, hogy nem, nekem személyesen embereknek adni könyvet. Lehet. És akkor, mert valaki tud vinni könyveket, ennyi sok minden van, ezért csapatmunka. Hogyha lenne egy ilyen csapatmunka most, ez is egy erősíti Krisna tudatot, mert végül lelki világban nincsen senki egyénileg, ott mindig van egy jó csapat, jó társulás és jó erős. És mert tudjátok, egyénileg mi sokat nem érünk, főleg most ebbe a Kali-jugába, ami minket egyfolytában támad, a körülmények, ahol most élünk, próbál ledarálni, de hogyha mi összefogjunk, és mi mondjuk, én hálás vagyok, én itt vagyok, én megkaptam Srila Prabhupád könyvét, megmentettem, lehet, hogy én még nem vagyok avatott, lehet, hogy még csak félkört dzsapázok havonta, és csak negyed szabát követek, de mi mindig én tudom a cél, ez kell, hogy legyen, és én nagyon hálás vagyok. És ez a hálásság a szívébe, ez legyen a motor. A megfelelő hangulat, Bhaktivinoda Thakur magyarázza, hogy van több hangulat odaadó szolgálatra. Van a félelem, hogy valaki nagyon fél, a pokol, a karma, minden. A emberektől, hogy ezek negatív energia, negatív emberek, és félek tőle, és ezért megyek, menekülök Istenhez. Jó, de ez még nem egy megfelelő. Jó, hogyha Istenhez menekülsz, nem valahol fegyverboltba. De nem egy megfelelő a hangulat, a második, vagy motiváció. Van egy másik motiváció, kicsit följebb, hogyha én akarok valamit Istentől, hogy teljesen a vágyaimat adja, nehez nekem, azért szolgálok, hogy legyek egészséges, hogy kapjak több pénzt, legyen feleségem, legyen férjem, legyen ez. Az kicsit magasabb, de mi mindig üzlet alapú. Ezért a tiszta, a mi szintünken most, Miskolcon, a megfelelő és a legtisztabb motiváció, ez a hálásság. És csak meditálni, lehet olvasni most a maraton alatt Srila Prabhupádnak azok a részei róla, ami csak erősíti nekünk hálásság Srila Prabhupádhoz. Hogy ő 70 évesen, mivel ő nem sajnálta magát, és mivel megkérte a lelki tanítómester, ott hagyta az otthonát, Vrindávánt, és elment őrült világba, a pokolba, New Yorkba, és hogyha ez nem csinálta volna meg, és nem ment volna ki az utcára könyvekkel, akkor mi hol vagyunk most? Öngyilkosok lettünk volna, mert kilátástalan az élet. És ő ment, és egyedül csinálta mindent. Ő egyedül volt. Hát ő tiszta bakta. Mi nem vagyunk tiszta bakták, szerencsére nem kell, egyedül legyünk. És akkor ezért így ezt a hálát, hogyha mi kultiváljunk, és mondjuk, oké,
Na most ő félelem nélkül volt, értem, sokkal nagyobb ugrást csinálta én nekem, és kell próbálni ebbe a hónapba félelem nélkülébe válni. Abáj, abájam, ugye Srila Prabhupádnak, abáj csarám, ugye. Ez azt jelenti, hogy félelem nélküli. És akkor most ez egy nagyon, és gondolom, nekem nincs most ebben a hónapban, nekem most nincs jogom lazítani. A mája az illúzió, ez halad, Kali Yuga halad, romlik, emberek romlanak tovább. És én, mint Srila Prabhupád követője, most nem engedhetem magamnak ezt a dolgot, hogy Kali Yuga eltaposan embereket és engem. És akkor csak próbáljak adni másoknak könyvet és prédikálni. Ja, hát röviden ennyit akartam csak mesélni, hogy vannak esetleg ezzel könyvosztás misszióval kapcsolatban kérdések. Nincsenek. Oké. Okay. Abhacharan Prabhu? Ja, hogy jó, akkor én befejeztem, nem tudom, hogy könyvek vannak, szalagok vannak. Kekszek vannak. Nagyon jó. Jó, és akkor majd szervezetek beszéltek, én szívesen néha, hogyha tudtok összegyűlni, hogyha nem is jövök, valamikor lehet, hogy jövök, meg nem ígérem, de ilyen Zoom, vagy valami kis maratonos beszélgetés, valamit szívesen tartanék. És aki szeretne részt venni, akkor lehetne a rendszerbe bevédjünk. Jó? Meg a csoportban Marathon Experience. Te benne már vagy, ugye? A Viber. Már átküldted a linket. Nem, a Vibernek. Ja? Aha. Ja, nem töltötte le a programot. Ja, ja, az jó lenne, hogyha te is lennél benne. Jó. Igazából ez egy nagyon jó lehetőség, hálás lenni. Emlékszem, amikor Góra Sakti Prabhu akkori szankirtán vezető volt. Ez szerintem 95-ben volt, 95-94. Jöttem templomba, én csak így érdeklődő voltam. És most mondta, oda jött hozzám, és mondta, hogy pont maraton kezdődött. Nincsen kedved próbálni Srila Prabhupád könyvet osztani? Tényleg? Hát én nem vagyok templomba. Nekem is lehet? Igen. De hát nincs is könyvem, de adunk, vigyél magadat. De most nem hoztam pénzt. Nem baj, adunk bizományba. Fú, olyan boldog voltam, hogy én is tudok kimenni és hálát a Srila Prabhupádnak kifejezni. És repültem. Nagyon jó volt. Oké, köszönjük szépen. Sisi Radha Shama Sundar Ki Jai. Srila Prabhupád Ki Jai. Hari Krishna.